Szerintem sokkal jobb, mint a Jug ellen, hogy sokkal jobb kezdtünk a meccs, nem mint a Jug ellen 5-1. De utána a harmadik negyedben szerintem sok hiba volt a támadásban. Sok két méter, kontrafaul, amit beszéltünk, nem lehet játszani Fradi ellen ezt a meccset, mikor volna sok hiba támadásban. Mondjuk, hogy Fradi lőtt, nem tudom, ellentámadástól fot 7 gól, ez sok szerintem. De mondjuk mutatunk, hogy csapat vagyunk, és szeretnék gratulálni a milyen játékosokat, és menjünk tovább. Most a BVC ellen megpróbáljuk jól játszani, ez minden kell próbálni, fókuszálni, jól koncentrálni 100%-on, és megpróbáljuk nyerni volt vasárnap. Igen, ugye a Dubrovnik ellen volt egy komoly csalódottságunk, ezt próbáltuk egy plusz motivációba átforgatni a Ferencváros ellen, hiszen már csak a bajnokságra kell koncentrálnunk. Igyekeztünk abban, hogy hátha sikerül pontot, vagy akár pontokat rabolni a Ferencvárostól. Szerintem a kezdésünk meg is mutatta, hogy mennyire motiváltak és mennyire kiéhezettek voltunk erre a mérkőzésre. Nagyon jól kezdtünk, utána a harmadik negyedben volt egy kisebb kilengésünk, viszont a negyedik negyedben nagyon jól összekaptuk magunkat, és majdnem sikerült jobban megszorongatni a Ferencvárost.